Sztok, itt lennék újra, és most folytassuk tovább a Mokrics mondozást és a Minecraft is mondos játékot. Szóval, közben itt elkezdték építeni a főépületet, már egész jól halad a munkás. Azután nem nagyon történt itt semmi különösebb igazából. Itt építkeznek. Opa. Jól látom, ez itt egy farkas ember. Ezeket én most nem akarom, hogy átváltozzon éjszaka. Ezért kinyírom, ha lehetne. Na. Szuper. És akkor ezt majd építik tovább. Csak amíg meg nem építik, addig vigyázni kell az olyanokra, mint például ami itt történik. Tehát itt... nem is igazából tudom pontosan miért, de én arra gyanakszok, hogy nem tud bemenni a házba, mivel még nem érzékeli teljes háznak ezt az épületet, mivel még nem építette meg, tehát nincs benne az, hogy most kikerülje, hanem egyenesen neki megy a falnak, mert még, mit tudom én, még úgy akar átmenni legegyszerűbben a falon, ezért. Azért egyszerűen neki megy a falnak és ott beragad, ezért ott egy kicsit segíteni kell neki. Hát itt van a bank. Itt most nem is tudom igazából. Nem kell pénz egyelőre még, nem. És most először is a videót azzal kezdeném, hogy itt megépíteném, igazából befejezném ezt a házat, mert ez már nagyon régóta el kell, hogy ezt itt befejezhessem. És akkor egy tekerés után majd még találkozunk. Majd folytatom. Got a little Swedish there. Yeah. It's delicious. Yeah. Yeah.
Hú, de jó, itt vagyok újra. El is készültem a házzal, végre most már. És úgy látom, hogy az NPC is elkészült a főházzal. Jajjaj, hát ez meg... Ó, már megint ez a zöld trollszerű, nem is tudom mi az Isten ez. Nem, ez nagyon-nagyon nem jó pont azon a helyen, ahol ahol ő van. Mivel... Ez csapkod a kezével és robbangat körülötte. Ezért az lesz, hogy... Hát ráküldhetem ezt az oroszlánt is. Oroszlán már, de hogy is fekete párduc. Szóval ráküldhetném, de szerintem akkor is elkezdene csapkodni, és akkor vagy szétzúzná ott az egész talajt, és ami nehezebb lenne építkezni, vagy pedig rögtön az NPC-k házát, ami meg nagyon nem jó. Tehát, hát... Kicsit még várok, hát ha odén megy, és aztán majd megpróbál... Jaj, nem, inkább craftolok egy íjat. Úgyis van veszőm most. Három pókháló. Amúgy itt kívül így néz ki a ház. Szerintem azért így egész jó lett. Ebben most már biztonságban és nyugodtan fogok tudni élni. Na, gyorsan lekraftolom azt az íjat. Ezt meg ide teszem, mert szükség lesz itt még arra. Hopp, itt van még egy kis csont. Ja, és a búzát is jó lenne leszenni, mert most már teljesen megérett és... De mondjuk van kaján bőven, tehát olyan nagy bőségben élek, hogy itt már leginkább a bőség zavarai vannak. Jó, ezeket elpakolom. Meg kiégett az üvegem. Na, ide még beteszem a lépcsőt. Pont, hogy nem ide kellett volna a pókhálót betenni. És akkor ezt a mobos cuccok közé. Jósan csinálok még egy kis pálcát, mert nem van. Akkor minek és... Megcsem az íjat. Na jó, ezt valahogy éreztem. És mostanra eltűnt. Hova ment? Mert most már ezek szívesen megkeresném, most hogy van ilyen. Na mindegy, ennyivel is keresem, majd ha még egyszer előjön, akkor majd lenyilazom, mert most már fel vagyok készülve arra is. Itt van az NPC-nek a háza. És ezeknek minden bajuk van. Ó, kígyót is öltetek, hogy kígyó tojásod is van. Jól van. Spanolgassál még pókokat, ez az. Jó, oké. Na, köszönöm a kenyeret. Hát igazából ezektől most egy küldetés lehet vállalni. Inkább el kellene kezdeni még egy másik épületnek az építtetését is. Ami legyen a favágó. Mivel ezek elég sok fát igényelnek. Van itt egy crafting table? Ó, mennyi mindent szereztetek nekem. Hát akkor én ezt itt most köszönöm, be is hajtom. Na, tehát ezért jók ezek a settleres házak, mert ide hozzák a cuccokat. Jaj, meg kéne még ilyen lakóházat is építeni. Jó, mindegy, majd mindenre sor fog kerülni. Rögtön most kettőt is építetek. Először is égetődjetek ki. Már rögtön mehet a színnel. Másrészt pedig... Ezeket elpakolom. Ezeket így legalább normálisan lesznek rendezve. Kígyó tojás. Coral snake. Jó, hát oké. Ez most kiégett, beteszem ezt. Ezt majd kisütöm egyszer. És gyorsan lekraftolok egy favágónak a házát. Amihez kéne nekem egy kőbalta. Lehet, hogy megy ez a favágó kunyhók. Esetleg csak... fabaltával is, de én leginkább most kőbaltával fogom csinálni. Lehet, hogy akkor mit tudom, kőbaltával kezd az ember. Ja nem, azt adni kell neki. Na mindegy, meglátjuk, vagy csak úgy fogadját. Végül is teljesen mindegy, hát kövem az van.
Jó. Ez lesz majd a favágósomnak a háza. Biztos lehet, hogy vasbaltával, és mert itt a képén egy vasbaltát mutat. Mindegy, legalább akkor nem került olyan sokba. És fogok csinálni még egy ilyen lakóházat is. Ebbe egyrészt tudnak gyűjtögetni, meg jobban is elférnek. Meg legalább ennyivel is bővül a városom. És ugye itt már építettem egy ilyen kis... hát nem is tudom, egy ilyen kis fás területet. Még egyszer, amikor még videón kívül, hogy legyen elég fán megépíteni a házat. Ezt kiadom, hogy építse a házat. Remélem idáig el fog jönni az ember. Á, már megy is. Remélem arra megy. Jó, oké, és akkor építek. Nem, mit tettem le? Rosszat, várjon, munkás ember. Stop, stop, áh, ne. Azaz. Erre felé te ne nagyon építkeztessél házakat. Elnézést, uram, de már jöhet is vissza igazából. Na, ezt akartam én ide letenni. Ezt is legyen még egy favágó kunyhó, mert ebből kettőt kapunk. Még van egy kis fa, legyen még ott távolabb. Nem jó, hogyha az a házakat így nagyon egymáshoz tesszük, majd meglátjátok. Ez így nagyon jó lesz később, hogy így nagyon távol vannak a házak egymástól. Nagyon, ezért nagyon össze lehet zsúfolni, és az hát nem valami. Egyrészt nem néz ki szépen, meg hát nehezebben is kezelhető, nehezebben járható, az emberek is több helyre beakadnak. Meg hát, igen. Kis házat ide. Hogy van ez, hogyha így teszem le a ládát, csak be akarom állítani a háznak az irányát, akkor erre fog nézni, tehát akkor majd... Jó, oké. Csak azért, mert nem mindegy, hogy milyen irányba teszem le a cseszet, mert olyan irányba fog megépülni a ház is. Tehát én most ezt ide leteszem. Build house. Jó, és akkor... Az építő majd megépíti. Lehet, hogy kéne csinálnom egy építészházat is. De azt igazából nem tudom, mert ezért nézzétek meg, ez az egy is milyen gyorsan tud építkezni. Mennyit kis... Ó, még kell neki 12 fa. Jó, ezeket az ajtókat viszont nagyon bágosan teszik be. Jó, persze nem lehet elvárni, hogy minden tökéletes legyen, de azért egy kicsit figyelhettek volna. Majd egyébként lehet, hogy később a verzióba kijavítják. És hát akkor majd ezek itt vágnak fát. Meg persze, hogyha kész lesz, akkor majd beáll egy ember favágónak. Ó, ez most milyen sok húst adott ez a tehén. Jó napot! Maguk mit csináltak itt benn? Na jó. Hát akkor vagy gyűjtögessetek, vagy pedig álljatok be valamilyen házba. Mondjuk itt, mondjuk az a favágó. Hát úgy kész van ennyi idő óta. Nem, még nincs kész. Hol van a munkás emberem? Jaj, elfogyott a húsom. Amúgy ott van a háznál, csak nehezen látszik. Ó, és megy le a nap. Ó, mekkora. Jaj, és tényleg most jutott eszembe, hogy el kéne mennem még a NPC-khez lealatni a búzájukat. Bár itthon is van egy jó adag, meg hát nem is tudom. Mindegy, hát mondtam, még esetleg oda visszatérek. Jó, majd esetleg egy másik videóban még felgyorsítva.
Mert ugye az a majd izgalmas, hogy oda megyünk. Látok, ezt itt most gyorsan akkor leszületelem. Közben látom, hogy a patkányok is jönnek erre a búzára. Nézd. Kéred. Mindegy, ezt felszedtem. Idegesítőek vagytok, menj innen. Úgy csinálj semmit. Na, folytatom akkor a aratást. Készen vagyok, mint láthatátok, meggyűlt a bajom egyszer-kétszer ezekkel a pókokkal, meg a skorpióval. Meg ráadásul az a baj, hogy hiába van ez így elkezdve, van egy-két állat, leginkább a madarakra gondolok most, mert ők csinálják ezt rendszeresen. Szinte már sportként tűzik azt, hogy berepülnek én az én vetésembe, és ott ugrálnak a közepébe. Mint hogyha tényleg az lenne a céljuk, hogy széttapossák a vetésemet. Na mindegy, igazából már ezt így meg is csináltam. És most elmegyek, jaj, és mindig nincs kész a házuk. Elmegyek és vadászok valami érdekesebb élőlényre, húha. Hú, de nagy vagy. Jó, szerintem kipróbálom rajta az aranykardomat úgyis, hogy mondtátok, hogy az aranykardos sokat segít az ilyen harcokba. De mit van itt? Na nézzük. Észre se veszik. Na nézzük akkor az aranykardot. Húha, megindult felém. Hú, de gyors vagy, Isten, hú, de gyors. Na, gyere. Egy, kettő, három, négy. Azt a? Igazatok volt. Négy ütésből meg lehet ölni. Jó, egy kis nyilvesszőt is küldtem rá, de egyébként. Hát, ez így nagyon jó. Hát, szuper. Most viszont kaptam tőle egy aranyalmát, úgy látom, igen. Be is teszem. Ide a kaját cseszbe, majd lehet, hogy majd esetleg szükségem lesz rá. És akkor majd a következő részbe folytatjuk. Na, tehát ennyi lenne ez a rész. Nem tetszett. Most jó, inkább leginkább építkezés volt, arhatás meg ilyesmik, tehát ezzel ment egy kicsit most az idő. De ezt is valamikor meg kell csinálni, persze. És majd a következő részbe folytatjuk. Na, sziasztok!